És kedves nézőink, folytassuk is a délelőttet, méghozzá Vágógyi Ivával, a Szent Jeremos Biblia Társulat volt főtitkárával. Kezdjük sokkal a dicsőítessük Jézus Krisztus is. Mindörökké, amen. Ja, Mária, hát ez az ő ünnepe is a mai nap, ugye a győri vérekönnyező szűzanya kegyképének, ugye ez a búcsú ünnepe. Jól tudom, akkor ez ugye a 325. évforduló egyébként ennek, ugye 1697. március 17-én könnyezett el ugye először ez a kegykép. Ilyen izgalmas Mária alakja, azt gondolom, abból a szempontból, hogy amikor más keresztény testvérekkel, nem katolikus testvérekkel beszélgetek, akkor gyakran megkérdezik, hogy na jó, de hol van írva a Bibliában az ez és ez Máriáról, vagy hogy az Ószövetségben vajon találkozhatunk-e például Máriának a szerepét. Az ugye az Újszövetségben egyértelműen, és hogy ők sokak közül talán úgy tartják, hogy mi túl sok jelentést, túl sok szerepet, túl sok jelentőséget kapcsolunk Mária alakjához. Hát tulajdonképpen egy kicsit kiigazítanám, hogy ha keresztény testvérekről beszélünk, ez igaz a protestánsokra, de már például a keleti keresztények nagyon-nagyon nagy Mária tisztelők. Igen. Tehát Istenanyaként őnáluk kezdődött el a Teotokosz ünneplése. Hát az igazság az, hogy abba igazuk van a protestánsoknak, hogy nem sok szó esik a szűzanyáról a Szentírásba. Igen. Ennek talán az is az alakja, nem, hogy egy kvázi, hát külső szemmel talán törékeny emberről beszélünk. Akár Szent József személyisét is idehozhatnánk, hogy két olyan példa, aki igazából a háttérbe visszahúzódik. Én másképp értelmezem. Én azt mondom, hogy talán azért esik olyan kevés szó róla, hogy a sok minden ne terelje el a lényegről a figyelmet. Mert hogy mi volt Mária, mi volt a szűzanya legfontosabb szerepe a teremtésben? Az ő igenje. Igen. És ebből vezethető le minden. Tehát, hogyha a mi figyelmünk középpontjába ez az igen van, akkor, és hogyha ezt tesszük az életünk középpontjába is, akkor minden megvan oldva. Mert hogy tulajdonképpen a teremtéskor az embernek és Istennek egy gyönyörű szeretet kapcsolata volt. És akkor a bűnbeeséssel az ember hagyta magát elcsábítani, és nemet mondott Istenre. Igen. Ez érdekes, hogy már ott a Teremtés könyvében is, ugye ott van az asszonyoknak az ivadéka, majd rátipor ugye a sárkánynak a fejére, vagy a hígyónak a fejére, ugye vannak ez a fajta kép. Igen. És aztán rengeteg szobornál Mária tábrázoló képnél, ugye láthatjuk is, ahogyan ő tényleg rá is tapos, ugye, aki. És ez aztán a Jelenések könyvében is visszaköszön ez a kép, bizony. Igen. És itt ugye sok keresztény testvérünk, ugye most megemlítettük, hogy nem a keleti egyházaktól, de azt gondolják, hogy hát az a motivum az nem szűzanyához kapcsolódik. Igen. Hát ugye ez úgy van, hogy sokféleképpen értelmezzük a Szentírást. Nem csak ezt, mindenféle más részletét is. Mi úgy gondoljuk, de és azt a protestáns testvéreink is úgy gondolják, hogy Mária nélkül nem lenne megváltás. Igen. Hogyha ő ezt a teljes igent nem mondja ki, amikor eljön hozzá Gábor angyal, akkor ott be is fejeződött volna az emberiség számára a jövő. Igen. Mert hogy ebből az igenből született aztán meg, hogy a megváltó az ige megtestesülhetett, és egy új teremtést hozott a világba. Azt gondolom, valahol ez a Máriának az igénye és ennek az igénynek a hihetetlen nagy szerepe talán az mi életünkbe is visszaköszön, hogy hát a Jóisten igenis számít. Ugye szoktuk mondani, hogy hát majd akkor lesz valaki más ugye helyettem. Hát hogyha én nem mondok igent az Istennek, akkor majd valaki más. De azért a mi szerepünk, ugye az evangélium folytatódik tovább a mi életünkben itt a 21. században, és azért a mi igényünknek is egy óriási szerepe van, óriási felelősségünk van benne. Hát főleg aki keresztény. Főleg aki keresztény, így van, igen. Tehát borzasztó fontos
ez a bizonyos igen, és Szent II. János Pál pápa azt mondta, hogy ezzel tulajdonképpen társ megváltóvá emelkedett. Tehát Jézus Krisztus mellett Mária társ megváltó a világban. Az ő igénye miatt. Igen. Az ő igényén keresztül. Igen. És ugye amikor ő ezt az igent kimondja, ott az előbb említette, hogy hát bizony nagyon fiatal volt. Szóval az ember belegondol, és megrendül attól, hogy hát ez egy 14-15 éves lány volt még. És teljesen rátette az életét erre az igenre, ami hát ugye aztán láttuk, hogy a következőkben nem is volt olyan nagyon felhőtlen, mert még amikor elmegy Erzsébethez látogatóba, erről még szó van a Bibliában. Tehát itt most a Bibliánál tartunk, nem szép meséket mondunk, Lukács evangéliumába, akkor ő ott még boldogan énekli a Magnifikátot. Így van, igen. Aztán hát egy 14-15 éves lányra óriási megpróbáltatás, óriási nyomás. Hát ugye kezdődik azzal, hogy hát ugye szegény Szent József, amikor kiderül, ezt nem tudjuk pontosan, hogy ez az Erzsébet látogatása előtt zajlott-e, vagy utána. Minden esetre ott még Mária örül, hogy azért örül már, mert hogy már a József átesett ezen a próbatételen, és túljutott ezen a történeten, vagy még előtte van. Valószínű, hogy ez már előtte lejátszódhatott, mert elég hamar meg kellett tartani az esküvőt ahhoz, hogy ne derüljön ki a baj. Hogy ez a Mária a házasságkötés előtt, már a jegyesség ideje alatt gyermeket vár. Igen. És hát aztán az ugyanígy, ez az igennek a hihetetlen, az a nyomás, amit tényleg ezután helyezkedik rá, gondoltunk akár ugye a Betlehemben, azt nem találnak szállás, aztán az üldöztetésre. Azt mondom, egyik nagyon más, nagyon izgalmas, ugye Krisztus bemutatás a jeruzsálemi templomban, amikor megtudja azt, hogy hát az ő szívét tör fogja majd átjárni, akkor azért ott valamit meg, és itt még egyszer, tehát egy ugyanígy 14-15 éves lányról beszélünk, aki azt az üzenetet kapja, hogy hát az ő szívét majd tör fogja átjárni. Ugye nyilván ez egy... Igen, mert ugye amikor a Magnifikátot énekli, ott még az van, hogy hát tekintetre méltatta az Úr az ő alázatos szolgáló leányát. Ez egy nagy-nagy öröm, ami kirobban belőle, hogy őt erre méltatta az Úristen, őt, a kis senkit. És akkor, hát ugye az ember azt gondolja, hogy ezek után Mária azt mondhatta volna az Úristennek, hogy hát azért jobban gondoskodhattál volna azért erről a történetről. Tehát ugye jön a baj a Szent Józseffel, akkor jön a betlehemi istálló. Hát azért az nem lehetett egy nagy öröm egy szülőasszonynak, hogy ilyen körülmények között kell megszülni a gyermekét, főleg akkor, hogyha azt mondja, hogy és ez a gyerek nem is akármilyen gyerek. És alig, hogy éppen megszületik, akkor már futni kell Egyiptomba, mert életveszélybe kerül. Ott aztán egyébként egyes szentek jelenése, boldogok jelenése alapján ugye azt olvashatjuk az ő jeleniseikben, hogy hát komoly, tényleg komoly üldöztetések, sokszor tolvajok, rablók próbálták megtámadni őket, hogy azt olvashatjuk, érdekes, nagyon, nagyon érdekes pont Szent József életében, nem is emlékszem, melyik volt az a szent, akinek ez a látomása volt, hogy hát Szent József néha akár fizikai erejével is kellett Mária és Szent hát, és Jézusnak ezek kelnie. Ezek legendák, ez nem szentírás. Ez nem a szentírás, ez ebbe, igen. Ebben nem menjék bele. Ez ugye van, aki elfogadja, van, aki nem fogadja el. A Szent Család egyiptomi útjáról van egy külön hagyománya a Kopt Egyháznak, nagyon szép. Van ugye hagyománya a különböző jelenések által közölt információknak itt aztán Európában, de szóval ez nem szentírás. Igen. Az biztos, hogy egy nagy próbatétel, és amit az előbb említett, ez a bizonyos 7 tőr,
Igen. Hogy hát ez valahol az én számomra egy talány, hogy még Jézus halálára is igent tudott mondani. Igen. Szóval azt hiszem, hogy ennél nagyobb próbatétel nem érhette volna őt. Igen. Itt nagyon fontosan megemlítette ugye a Magnificat, az imádságát, amiben ugye úgy beszél saját magáról, hogy az Úrnak az alázatos szolgáló leánya. De már most a mai, hát a mai világban, de igen, azt gondolom, hogy mostanában, akár csak itt a háború kapcsán a különböző üzengetések, amit az interneten olvasgathatunk, valahogy azt láthatjuk, hogy itt az alázatnak a hiánya az ott van. Hogy az alázat, megalázkodás, az a mostani értelemben az nem egy pozitív, nek nincsen pozitív üzenete, szerintem azt gondolom sokak számára. És amikor mégis Máriára gondolunk, az ő személyre, akkor láthatjuk, hogy hoppá, ez az alázat, ez egy óriási érték. Borzasztó fontos dolog, amit most említett a háborúra való utalással, hogy bizony, akik ezt megélik, azoknak is túl kell lépni magukon, azon a fájdalmon, ami éri őket, vagy amiket látnak maguk körül, hogy Mária példája segítheti, hogy igent tudjanak mondani. Igen. Arra is, amikor a saját szeretteiket, hozzátartozóikat megölik. Igen, akkor nem nehéz nem elvonatkoztatni amellett, vagy párhuzamot vonni, akár itt a különböző menekülő családokról, akiknek ott kell hagyni a saját otthonnőket, akár nagy fájdalom, Mária bizony. Egyiptomba menekülésénél. Igen. Igen, vagy hát amikor támadásnak vannak kitéve, azt gondolom az is egy elég nagy párhuzamot lehet akár itt vonni, itt a háború elől menekülni, bujdosni, menedéket találni. Hogy milyen jó, hogy a mi életünkben is, hát ha nem is Mária, nem is Szent Jézusi konkrétan, de mégis azok az asszonyok, azok a gyermekek, akik akár ide Magyarországra érkeznek most, vagy érkeztek itt az elmúlt hetekben, napokban, mégis ők is a Mária, ami a Szent Jézus, ugye, amit a legkisebbet tettetek, azt velem tettétek. Így van, de hát ez mondjuk, ehhez nem kell háború, és nem kellenek menekülők, hogy ezt az ember a mindennapi életébe gyakorolja, hogy együtt érezni a szükséget szenvedőkkel. És nem azt nézni, hogy amikor valaki bajba van, hogy ő ott most mennyire hibás abba, hogy bajba került. Hanem, hogyha segítségre szorul, akkor segíteni, és nem ítélkezni. Igen. Mária szerepében, Mária alakjában ott van a szeretet, értelemszerűen. Azt gondolom, hogy a Passió című filmben nyilván egy nehéz nézni a különböző képeket, elég jól mutatja, elég jól ábrázolja. Hát második János pápa, miután megmutatták neki a Vatikánba, akkor azt mondta, hogy hát ez így történt. Ez egy ilyen izgalmas történet erről. Szóval mégis Máriának a szeretete, azt gondolom, hogy ebben a filmben, nem tudom egyébként, hogy látta esetleg a Passió című filmet, ilyen izgalmasan mutatja végig azt a nyugodtságot, azt a nyugodt szeretetet. Én nekem Jézus túl fontos ahhoz, hogy még csak úgy se, hogy most csak egy film. Azt én nem szeretném nézni. Igen, igen. Mint ahogy az édesanyám szenvedését se szeretném. Nem. Igen, hogyne. Mindenesetre az ő szeretet azon, hogy hihetetlen, ahogy megmutatkozik ott a kereszt alatt. Ugye az, hogy neki ezt valóban végig kellett néznie, és sokszor felmerül bennünk, hogy hát akkor ő most már ott kiabál, kikelte magából, de nem, azt láthatjuk, hogy Stabat Mater állt az anya, ott áll, de nem tétlenül, hanem tényleg az imádságban, a szeretetben. Olyan gyönyörű a Michelangelónak a pietája, hogyha emlékszik rá, hogy mert ugye az embert, hogyha valami fájdalom éri, akkor reflexzerűen összehúzódik. És ez a pietá meg ott van kitárt karral. Nem húzódik el, ott tartja a kitárt karjába a halott Jézusát. Igen. Hogy ez annyira beszédes, hogy elfogadja. És végig megmarad a hite és a szeretete. Mi annyiszor van, hogy amikor ilyen próbatétel ér bennünket, akkor hát bizony, ahogy az apostolok is nem tudták nézni, elszaladtak. Kevés volt a szeretetük, nem volt akkora szeretetük, mint a szűzanyáé. De most azért csak visszaugranék még egy kicsit, nem tudom, mennyi időnk van a Szentírásra.
Igen, itt lassan valóban lehet az idők. Igen. Hogy nagyon kevés szó esik. Ugye a gyermekség történetekbe említik a szinoptikusok, Máté és Lukács, Márknál nem, ott nincs gyermekség történet. De ami nagyon szép, János evangéliumában ugyan nincs gyermekség történet, de a kezdete a nyilvános működésnek a kánai mennyegzőnél ott van a szűzanya, és Jánosnál egyedül ott van a kereszt alatt. Így van, ugye íme a te anyád és íme a te fiad. Igen. Hát Vágó Gyivának nagyon szépen köszönöm, hogy itt volt velünk. Én köszönöm, hogy itt lehettem.